Sziasztok, Csorba Anita vagyok! Biztos vagyok benne, hogy sokan ismeritek azt a kreatív technikát, amikor szalvétából színes pompomokat készítünk. Most ennek egy továbbfejlesztett verzióját hoztam el nektek, készítsetek ti is hangulatos nyári dekorációt, szalvéták, hurkapálca és színes kartonok segítségével. Az első dekorációs minta egy flamingó lesz, először a madár testét alakítom ki 3-4 szalvéta segítségével. Bontsd rétegekre a szalvétát, tedd vissza egymásra és harmonikaszerűen hajtsd fel. A közepén egy vékony fonállal csomózd meg, vágd le mindkét végét V alakban, és óvatosan szedd szét a rétegeket, hogy egy kis borzos gömböd legyen. Ebből a gömbből kell 3/4-et elkészítened, attól függően, hogy mekkora állatot szeretnél megformázni. Ha kész vagy mindegyikkel, a szalvéta pompomokat egyszerűen kötözd szorosan össze. Egy sötét rózsaszín kartonból vágd ki a madár felső testének sziluettjét, rajzold meg egy fekete filccel a szemét, csőrét, és ragaszd bele a pompom közepébe. Ha van mozgó szemed, azt is felragaszthatsz neki. A lábaihoz egy cserép alá tétet fess rózsaszínre, és két hurkapálcát ragaszd össze, ahogy én is csináltam. Ezután már csak az összeállítás van hátra, rögzítsd egy ragasztóbiztos segítségével egymáshoz a részeket. Az ananászhoz sárga szalvétából készítettem el a pompomokat, pont ugyanúgy, ahogy az előbb a flamingónál. Felhajtogattam harmonikába, összekötöttem a közepét, levágtam a széleit formásra, és széthúztam a rétegeket. Én 4 darabot kötöttem össze a gyümölcshöz. Egy zöld kartonból kivágtam a leveleket, majd ragasztó pisztollyal rögzítettem a tetejére. Ha tetszett videónk, lájkoljátok a Spár Magyarország Facebook oldalát további kreatív ötletekért. Töltsétek fel ti is alkotásokat, várjuk sok szeretettel. Sziasztok, szép napot!